Ismét terítékre került a pécsi stadion építés, ugyanis Orbán Viktor igent mondott az építkezésre. Értesülések szerint azért van szükség a létesítményre, mert az MLS másodosztályra vonatkozó előírásainak egyetlen helyi pálya sem felel meg, a pécsi futballklub pedig az MB2-ben játszik. Nem kell stadion Pécsre, köszönöm. Így vélekedik ez a pécsi lakos, miután a pécsi újság megírta, Orbán Viktor rábólintott, hogy a városban is épüljön új foci stadion. Hargitai János, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője a hírportálnak azt nyilatkozta, kedden tárgyalt Orbán Viktorral, és a kormányfőtől pozitív választ kapott a beruházásra. A pécsi DK frakció szerint nem most van a stadion építés ideje. Ebben a sanyarú időszakban, amikor számtalan ember veszíti el a munkahelyét, és a megélhetése hajszálon függ, akkor inkább azzal kellene a kormánynak foglalkoznia, hogy hogyan segíti ezeket az embereket, illetve ha már mindenáron Pécs mellett akar lobbizni a képviselő úr, akkor azt szeretnénk, ha visszalobbizná azokat a forrásokat, amiket a kormány elvont Pécstől. A pécsi MFC csapata jelenleg a másodosztályban játszik. A meccseket néhány száz foci drukker látogatja. A híradónk által megkérdezett pécsiek többsége szerint a kultúra városának nem új stadionra lenne szüksége, főleg nem a COVID-19 járvány idején. Mondjuk nem ez az első, most biztos, hogy nem erre kéne. Most inkább segíteni azokat, akik munkanélküliek. Nincs annyi néző, mint amit ezek a stadionok elbírnának. Tehát nem azt mondom, hogy abszolút ne legyen sport csak normális keretek között, meg hát az a bizonyos pénz, ami 100 millióból vagy 1 milliárdból meg tudnak csinálni, az ne legyen 15-20 milliárd. Vannak azonban olyanok is, akik támogatják az ötletet. Hát ha minden faluba csináltak stadiont, akkor az NB1-es csapat, aki volt, és a most feljutott NB2-es csapat miatt mindenképpen kell. Azt, hogy mikor indulhat el a beruházás, és hogy hol építik fel az új stadiont, egyelőre nem tudni. Kerestük Hargitai János országgyűlési képviselőt, aki egyébként ennek a beruházásnak az ötlet gazdája, de ő nem válaszolt telefonhívásunkra. Próbáltuk megszólaltatni a pécsi önkormányzatot is, hogy ők mit szólnak ehhez az új stadion építési tervhez, de nem akartak nyilatkozni az ügyben. Szalai Péter tudósította az ATV híradóját Pécsről.